Tocsik Márta kihallgatása során együttműködik a rendőrséggel és válaszol a kérdésekre. Holnapra összehívták a koalíciós egyeztető tanácsot. Horn Gyula szerint nincs koalíciós válság. Az SZDSZ ügyvivői testületének Pető Iván felajánlotta lemondását, ám nem fogadták el. Az SZDSZ frakció jelenleg is tanácskozik. A rendőrség szerint pénzt akart kizsarolni az esztergomi és Pilis Csabai merényletek 17 éves elkövetője. Jó estét kívánok! A kora esti órákban meg...